Fejlesztheti felszereltségét a Tiszadobi Napsugár óvoda. A támogatást egy ukrán érdekeltségű Tiszadobi cégcsoporttól kapják, így a gyerekek és az óvónők is két nyelven köszönték meg a nagyértékű adományt. Az adományozókkal ezt a szerződést nem a mai napon kötöttük, hanem megkötöttük 3 hónappal ezelőtt. A megállapodást tulajdonképpen az ünnepélyes átadásra, illetve az ünnepélyességre került ma sor. A gyerekeket az ünnepség után ajándékokkal lepték meg, amit utána haza is vihettek. A támogatást az óvoda pedagógusok saját belátásuk szerint költik majd ügyesség és készségfejlesztő, valamint matematikai játékokra. A 6 milliós összeget az óvoda 5 éven keresztül havi részletekben kapja majd meg. Olyan fejlesztési dolgokra, olyan játékszerekre lehet azt a támogatást költeni, amit most kaptunk vállalkozásoktól, vagy vállalkozástól, amire nincs költségvetési fedezetünk. A támogatás összege havonta 100 ezer forint 5 éven keresztül, tehát hogyha ezt így összerakjuk, akkor egy 6 milliós támogatásról beszélünk, ami a Tiszadobi Napsugár óvodának azokat a fejlesztési játékainak a fedezetét adhatja, amire egyébként a költségvetésből nem futná. Az új fejlesztési eszközök és játékok megvásárlása szeptembertől kezdődik, erre már 300 ezer forint össze is gyűlt.